Köszönjük szépen! Önnek igaza van! Köszöntöm kedves nézőimet! Mai vallási műsoromban egy igen extrém nézeteket hirdető egyház mutatkozik be. Itt ül mellettem a Hal szekta alapítója. Halál. A Hal áll szekta alapítója, Richard Dye, apa. Atya. Mr. Dye, összefoglalná néhány mondatban tanítása lényegét? Nagyon szívesen. Mindenek előtt nem lenne üdvös elhallgatnom azt a tényt, amely mennyei atyánk jóvoltából megvilágosította elmémet. Arra a meggyőződésre jutottam, hogy van halál az élet után. Bocsánat, hogy érti ezt? Isten felnyitotta szemeimet, hogy lássak. Megélesítette füleimet, hogy halljak. És nem hagyta ellankadni elmémet, hogy észrevegyem. Mindnyájan megszületünk, felnövünk, élünk, azután pedig megöregszünk és meghalunk. Hát senki nem vitatja, hogy mindenki megszületik, felnő, él, azután megöregszik. De mit mondod, mi történik ezután? Meghal. Igen. Mindenki megöregszik és meghal. Meghal. Igen. Előbb-utóbb mindenki megszűnik létezni, vagyis meghal. Tudnál-e példát mondani? Természetesen. Ismeri ön például Shakespeare összes műveit? Ó, hogyne. Na de hát ezek mégiscsak irodalmi fantazmagóriák. Természetesen, de mivel magyarázza azt, hogy Shakespeare összes műveiről beszélhetünk, nem sugallja ez önnek azt a kézenfekvő feltételezést, hogy a nagy költő már halott? Hiszen összegyűjthettük összes műveit. De nem feltétlenül. Az is lehet, hogy egyszerűen nem írt többet. Talán mert foglalkozást váltott. Ó, jó. Akkor mit szól ehhez? Giacomo Puccini 1858-tól 1924-ig olasz zeneszerző. Tessék, parancsolj. Igen, szóval. Persze, ön is mondta, 1924-ig. Olasz operaszerző. És most? Ki tudja? Értem. Akkor ehhez mit szól? Szombaton Virradóra újabb emlékművet avattak a második világháborúban elesett katonák tiszteletére. Tessék, kérem, hát elestek. A lónak négy lába van, mégis megbotni. Jó, akkor ezt nézze meg. Már a Virradóra ismeretlen tettesek ellopták Michelangelo síremlékét. Hát ha ellopták, ma már az ő síremlékük, de mi köze a lopásnak ehhez a hal dologhoz? Mondja maga, még soha nem hallott olyan emberekről, akiket eltemettek? Biztos a fakírokra gondol, azok sok mindent kibírnak. Jó, akkor ezt nézze meg. Dick Bluepert, a Red Met Punk együttes énekesét vasárnap Virradóra holtan találták londoni lakásának előszobájában. Teste már oszlásnak indult. Ehhez mit szól? Felháborító. Ezek a polgár pukkasztó punk zenekarok otrombább trükkökkel próbálják lerombolni a közízlést. Legközelebb majd azt találják ki, hogy a nőkből havonta vér folyik. Undorító. Így gyilkolt hasfelmetsző Jack. Ó, hát ezt az ügyet is csak a sajtó fújta fel. Jackről kiderült, hogy orvosi diplomája van, és csak egy új gyógymódot próbált ki a betegeken. Bebizonyította, hogy a parkban szabad téren lefolytatott magbélműtét nagyon jó hatással van a betegekre. Rengeteg köszönő levelet kapott. Köszönjük, Richard! Önnek igaza volt!